A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit, Idestova most már 2023-ban. Vendégem pedig Hagymási András, a Fejérvár Média Centrum ügyvezető igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Nos, hát az elmúlt esztendő, illetve még a 2021-es évre egy kicsit vissza kell tekintenünk, hiszen alaposan megviselte a Média Centrumot, de azt gondolom, hogy az egész országot, mindenkit a koronavírus járvány, közel két évig szenvedtünk tőle. Ez rányomta a bélyegét a mindennapokra. És azt gondoltuk, hogy 2022 már olyan lesz, ahogy mi megszokhattuk, hogy belefeszülünk a munkába, és minden felületünk szárnyalni fog. És akkor jött a gazdasági válság. Hát többek között erről is kell, hogy beszéljünk. Viszont nagyon fontos, hogy úgy indultunk az évnek, hogy az a kötelező kommunikációs tájékoztatás rendszere, amelyet a vezetéseddel felépített a Fejérvár Média Centrum, ez működőképes volt már az előző időszakban. Egy kicsit menjünk végig ezen a több pilléren, hiszen nagyon fontos a kommunikáció szempontjából a rádió, a Fejérvár magazin, a Fejérvár televízió és a két online szerkesztőség egyaránt. Szeretettel köszöntöm én is a Fehérvár Televízió nézőit, és mindenkinek boldog új évet, egy békésebb, csendesebb, nyugodtabb új évet kívánok. Köszönöm szépen, hogy velünk tartanak az új évben is. A kérdésedre, Lajos, elég hosszú lehetne a válasz. Maradjunk a lényegnél, hogy igen, az önkormányzatnak törvényben vállalt kommunikációs kötelezettségei vannak, és nekünk, mint a város önkormányzata tulajdonában lévő cégnek az a feladatunk, hogy ezek egy részét a valóságban teljesítsük. Így hoztuk létre nem mi, hanem hát az elődeink ezelőtt már 30-35 évvel a Fehérvár Televíziót, aztán a Vörösmarty Rádió is megalakult, ami később a város berkein belülre került, amikor a Kodolányi Főiskola, addigra már egyetem, nem tudta tovább működtetni. Az írásbeliség és régi hagyománya a városi közösségi kommunikációban, hiszen több elődje is voltam a Fehérvár heti lapként, vagy Fehérvár magazinként ismert újságnál, amit szintén mi a Fehérvár Média Centrumnál szerkesztünk, és hát ahogy a mai kor megköveteli, már évtizedek óta online hírforrásként is működik a város honlapja, a székesfehérvár.hu oldal, aminek a hírportál részét szintén a Fehérvár Média Centrum szerkeszti. És van nekünk egy kevésbé közélettel foglalkozó, inkább a városhoz tartozást, a város szeretetét és a könnyedebb témákat kereső oldalunk, ez pedig az fmc.hu portál, ami egyébként az elmúlt évek során azért széles közönség előtt lett ismert, és egyfajta gyűjtő felülete is a Fehérvár Média Centrum különböző területein előálló tartalomnak. Mostanság egyre inkább terjed az online felületek olvasása, böngészése, azt gondolom a fiatalokat ez vonza igazán, ugyanakkor rendkívül fontos emellett, hiszen Székesfehérvár, mi azt mondjuk a királyok városa, de a gazdaság, a kultúra és a sport városa is, és erről hiteles beszámolókat én azt hiszem, hogy a helyi médiáktól lehet kapni. Tehát ennek tükrében bizonyosan szükség van rá. De hol tartunk mi? Tehát hol tart például a Fehérvár Televízió? Hiszen tudjuk, hogy az országos tévéknek is dolgozunk, és azt hiszem, hogy ez csak megerősítést jelent. Az ország egyik első televíziója jött létre Székesfehérváron a 80-as évek közepén. Akkor is az önkormányzat, akkor még tanács, Kebelén belül, tehát a közösség médiájaként, azóta sem változott ez, és a televízió feladata az, hogy a közéleti eseményeket, a kultúra, a sport, a hitélet, és néha azért a könnyedebb témák területére is kitekintve a város folyamatos működéséről, életéről, sikereiről, eredményeiről, vagy olykor kudarcairól is beszámoljon. Ez egy közszolgálati feladat, amit mi évtizedek óta igyekszünk ellátni. Változó
könnyedséggel, vagy hogy mondjam, változó olyan értelemben sikerrel, hogy a feltételeink azok folyamatosan változnak. Van, amikor kicsit könnyebb, amikor a városnak is több a lehetősége arra, hogy akár a technikában, akár a személyügyi háttérben egy kicsit megerősítve a szervezetet, több tartalmat, több értékes mondani valót juttatunk el a nézőinkhez. Van, amikor szűkösebben vagyunk, ilyen az, amikor például egy járványhelyzet van, vagy az idei évben is, vagy a tavalyi évben, amikor a háború és az ennek nyomán kibontakozó nemzetközi energia, illetve gazdasági válság megnehezítette a dolgunkat. Ez ugyanígy hullámzott az elmúlt évtizedekben, hiszen a városnak is hol jobb, hol kevésbé jó pillantai évei, vagy szakaszai voltak. Ez nyilván, miután mi is javarészt közpénzből gazdálkodunk, ránk is ugyanazt a sorsot adja, de azért helytállunk, a kollégák teszik a dolgokat, és úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy az egyik legjobb helyi televízió az országban, Székesfehérváron. Egyébként ez minden bizonnyal rányomja a bélyegét a mindennapjainkra, ahogy a Covid-nál így úgy is, hiszen azért a költségcsökkentés az megjelenik, bár ettől nem tudunk nyilván eltekinteni. Viszont ha már a tévénél vagyunk, ugye a Hír Szent, ezt már ezer éve tudjuk, és azt gondolom, hogy a hírműsorok mellett, ahogy fogalmaztál, nagyon-nagyon fontos, hogy azok a legfontosabb események eljutsanak szerte az országban, és az egy jó út, hogy elsősorban a közszolgálati televíziókkal továbbra is megállapodást kötünk. Feladatunk az is, hogy vigyük a város hírét, népszerűsítsük a város eseményeit, rendezvényeit, ismerté, szeretetté tegyük Székesfehérvárt az ország határain belül és túl. Ezt alapvetően a Magyar Televízió különböző csatornáival való együttműködésünk révén érjük el, hiszen rendszeres beszállítói vagyunk a különböző országos média felületeknek, így a Magyar Televíziónak elsősorban a hírműsorokban, amit a városról vagy a megyéről láthatunk az országos közszolgálati televízióban, az javarészt általunk keletkezik, ami kollégáink készítik ezeket az anyagokat. Ehhez viszont infrastruktúra is kell, ha itt körülnézünk, akkor már látjuk, hogy némiképpen megújult ez a stúdió, a másik nem különben, és nyilván ehhez források is szükségesek. Ezt miként lehet előteremteni ebben a felgyorsult és megváltozott világban? A költségvetésünk egy jelentős részét az önkormányzat biztosítja, tehát a Fehérvár Média Centrum jelentős részben közpénzből gazdálkodik, de van azért saját bevételünk is bőven, ami nyilván hullámzik, hiszen ahogy a gazdasági élet fejlődik, jobban mennek a dolgok, akkor több pénzük van a cégeknek hirdetésre költeni, annak egy része nálunk csapódik le nyilván itt a városban. Tehát körülbelül olyan 60% körül mozog az a tétel a költségvetésünkben, amit az önkormányzat támogatásának köszönhetünk. Nyilván ezért számos elvárása is van a tulajdonos önkormányzati testületnek, ami teljesen jogos, hiszen erre a célra hozta létre annak idején ezt a társaságot, és ennek igyekszünk helytállni. Ezt tekintjük mi közszolgálati feladatnak, ezek például a hírműsorok, javarészt tévében, rádióban, az olyan közszolgálati jellegű tartalmak, mint a kulturális magazinok, vagy a sport események közvetítése, vagy a hitéleti magazin. A rádióban is ugyanúgy a közösség javát szolgáló tematikák, környezetvédelem, az egészséges életmódra nevelés, a hagyományok tisztelete és szeretete, a város történelmi múltjának a feldolgozása. Ezek olyan témák, amivel mi rendszeresen foglalkozunk, hiszen ezt nagyon sokan várják tőlünk. Hogy erre mikor milyen eszközrendszerünk van, nyilván az változik a bevételünktől. Igen, az elmúlt években jó néhány olyan műszaki fejlesztést meg tudtunk valósítani, bár tegyük hozzá, hogy azért, amiben itt ülünk, ez a díszlet sem új, hanem egy országos televíziótól tudtuk igen nagy kedvezménnyel megvásárolni, amikor az megszűnt. De ilyen alapvető dolgokban azért igyekszünk lépést tartani, hogy műszakilag, technikailag, látványvilágban is megfeleljünk annak az igénynek, amit egyrészt a médiapiac, a hirdetők, de leginkább a nézők elvárnak. Azt azért tudni kell, hogy az utóbbi években jelentősen kellett spórolnunk a fejlesztési költségekkel, hiszen
a járványidőszak, illetve a 22-es év gazdasági problémái azt követelték meg tőlünk, hogy csak a minimumra költsünk, ezért hosszú, vagy mondjuk úgy, hogy több éves lemaradásban vagyunk a berendezéseink, az eszközeink, a munkaeszközeink megújítása, karbantartása terén. Tehát van egyfajta műszaki kockázat, ami lóg a levegőben, de igyekszünk azért a minimumot minden évben megtenni ahhoz, hogy lehetőség szerint nagy csapás, nagy összeomlás azért ne következzen be. Próbálunk olyan megoldásokkal minél olcsóbban, minél ügyesebben házilag megoldani a kérdéseket, hogy működőképesen tartsuk meg a televízió és a rádió eszközparkját és technikáját. Ugye ezt megtapasztaljuk napról napra, hiszen nagyon sok időt töltünk, többet, mint otthon talán ezeken a helyeken. Nem titok, én nagyon sokat járok a városban a kollégáimmal együtt, és feltűnt, hogy nagyon-nagyon sokan hallgatják a Vörösmarty Rádiót. Népszerű lett, népszerű volt eddig is, de én meglepődtem, hogy jószerivel mindenütt, ahol rádió szól, a Vörösmarty Rádió. És én azt gondolom, hogy a Vörösmarty Rádió struktúrájának és műsorszerkezetének megújítása nagyon sokat segített ebben. A rádió érdekes módon nem halt ki. Mindenki arra számított, hogy az online zenehallgatási lehetőséggel a rádiónak nincs jövője, és ez egy eltűnő félben lévő dinoszaurusz. Mégsem így történt, hiszen azért a szerkesztett műsoroknak, legyen az akár zenei tartalom, de főleg a szöveges rádiós tartalomnak továbbra is van piaca, van rá érdeklődés, és mi pont ebben a szegmensben vagyunk jelen, hiszen a Vörösmarty Rádió javarészt szöveges tartalmat produkál, és értékes, hasznos, az embereket érdeklő témákat dolgoz fel. Egy jól kiismerhető, ismétlődő műsorstruktúrában, amit mind a hallgatók, mind a hirdetőink megszoktak, szeretnek és elfogadnak. Van nyilván nem egy piacvezető hallgatottsága a mi helyi rádiónknak, de azért van egy olyan helyi beágyazottsága, ami garantálja azt, hogy ami el akarunk mondani, akár a városról, akár az országról, a hírek, az események, tudósítások, azok a város lakóinak, sőt mondhatjuk azt, hogy a megyei lakóinak többségéhez, akár a rádión keresztül is eljuthat. Tehát ez egy, bár hagyományos, régi műfaj, mégis mi próbálunk ezen egy kicsit korszerűbb eszközökkel, de a tartalomra odafigyelni és a hitelességre odafigyelni, de értékes, komoly tartalmat továbbítani a hallgatóknak, amit azért olyan túl sok helyről, nem csak a rádiózás világában, hanem főleg az online hangtartalomfogyasztás területén azért nehéz megtalálni a piacon. Igen, hát ma már a három mondatos hírek bívnak az online piacon. Szóval a rádió remekül működik, mint ahogy az nagyon sokan megkerestek a Fehérvár magazin kapcsán is, például engem is, de másokat is, a kollégák mesélték, hogy népszerű a Fehérvár magazin, ugyanakkor probléma adódott abból, hogy kevesebb példányszámban jelent meg. Ugye 32 oldalból 16 lett, de nyilván a közélet apró történéseiről így is be lehet számolni. Ez változhat-e? Mert hogy szükség van a Fehérvár magazinra, tehát olvassák. Én például a lakótelepen élek, és néha jön, máskor nem. Nem lehetünk nyugodtak az írott sajtó jövőjét illetően, és a Fehérvár heti lap jövőjét illetően sem. Van egy sok éves olyan nemzetközi piaci trend, ami függetlenül járványtól és háborútól már évek óta tapasztalható, ez pedig alapvetően a papír iránti megugró piaci kereslet erről szól. Ha belegondolunk, hogy rendelünk egy apró valamit ajándékba vagy magunknak, mi történik? Az ekkora tárgy egy ekkora dobozban érkezik, ami még ki is van tömve papírral. Olyan óriási keresletet generálnak a csomagküldő cégek a nemzetközi piacon, ami a nyomdai papírgyári és nyomdai kapacitásoknak jelentős részét leköti. Az újság nyomtatásra alkalmas papír így háttérbe szorul,
és lényegesen drágább. Ezt nehezítette még a háború, hiszen itt Európában a papír az alapvetően keletről érkezik, ami megnehezítette még az alapanyaghoz jutást is, de annak az árát pedig az egekbe röpítette. Úgyhogy az elmúlt év az nem a nyomtatott sajtó éve volt ebből a szempontból, hiszen jelentősen megdrágult minden. Valóban nekünk is jelentős megtakarításokat, illetve nem is megtakarítás, hanem az elszállott többletköltségek csökkentését kellett elérnünk azzal, hogy példányszámot, illetve oldalszámot kellett csökkentenünk. Igyekszünk a terjesztéssel, amit egy külső alvállalkozó végez, ami soha nem egy hibátlan és nem egy tökéletes rendszer, de próbáljuk azt elérni, hogy a kertes házasövezetekben lehetőség szerint mindenhol jelen legyenek a postaládákban a lapok, a lakótelepi tömbházas részeken pedig az igényeket nagyjából lekövetve, nyilván nem lépcsőházanként, hogy legyen mindenhol annyi példány, amennyi az érdeklődés kielégíti. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ennek a műfajnak a jövője nagyon bizonytalan, hogy ezt mi képesek leszünk finanszírozni a jövőben, azt nem tudjuk jelenleg. Az idei évben, 2023-ban indul az újság, tehát folytatódik ugyanígy 16 oldalon minden héten. De akihez nem jut el, mert sajnos azért mindig vannak ilyenek, hogy nem tökéletes a terjesztés, online a Fehérvár Média Centrum felületein minden héten csütörtökön már a reggeli óráktól elérhető a Fehérvár magazin, így a székesfehérvár.hu oldalon, vagy az fmc.hu oldalon is. Aki nem találja, aznap reggel a lépcsőházában bátran keresse a Média Centrum online felületein. Hát így lesz. Viszont, ha már az online-nál tartunk, én azt gondolom, hogy szárnyal, legalábbis ahogy szintén nem egy rögtönzött közvéleménykutatás kapcsán, Bácskai Gergő vezette székesfehérvár.hu és az fmc.hu, pedig a Pabrigék remek munkát végeznek. Színes, változatos, igazi 21. századi. Az online felületeink egyfajta gyűjtőhelye is annak a tartalomnak, ami a médiacentrumnál előáll. A város honlapja nyilván alapvetően az önkormányzatról, illetve Székesfehérvárról magáról szól, egy csomó olyan hivatalos információval és statikus tartalommal, ami az önkormányzat működésével kapcsolatos, de az ott jelenlévő hírblokkot azt viszont a mi kollégáink szerkesztik. Igen, van ennek egy állandó, elég magas olvasottsága, viszont miután ez alapvetően a közélet tematikáival, illetve az önkormányzathoz kötődő hírekhez nyúl ez az oldal, ezért itt van egy viszonylag állandó és nehezen növelhető olvasói bázis, mert hiszen azok, akik erre a fajta tematikára kíváncsiak, őket gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben ezzel megszólítottuk, elértük és rendszeres olvasóink között köszönhetjük őket. Ezért is próbáltunk némileg újabb és frissebb tartalmat egy új stílusban, korszerű körülmények között az fmc.hu oldalon elindítani, amikor 16-ban neki indultunk ennek a küldetésnek. Ott kevesebb politika, kevesebb közélet található, azért a főbb híreket nyilván ott is el lehet olvasni. De válogatunk abból a tartalomból, ami a Fehérvár Média Centrum felületein, a tévében, a rádióban, nyomtatásban megjelenik, hiszen manapság már a tartalomfogyasztásnak nem az eszköze a lényeg, hogy egy adott videót televízió készüléken nézzünk, vagy éppen a laptopon nézzünk, vagy a telefonon nézzünk. A lényeg az, hogy ha mi készítünk egy videótartalmat, azt igyekszünk minél több fórumon, minél több technikai eszközön elérhetővé tenni az arra kíváncsi nézőknek. Ugyanez hangban, ugyanez a fotó kínálatban, nyomtatott, illetve írott szövegben, és ez az oldal, az fmc.hu ennek a tartalomnak is egyfajta gyűjtőhelye. És örömmel mondhatjuk, hogy folyamatosan olvassák, ahogy te is fogalmaztál. Bevételek és kiadások. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 3 évben egy rendkívüli megpróbáltatás volt a vezetésnek szinten tartani, illetve továbbfejleszteni ezeket a felületeket. Hogy állunk most 2023-ban? Hogy vághatunk neki az évnek? Hiszen nyilvánvaló,
hogy a gazdasági válság tovább tart, nem tudjuk, hogy meddig. Nyilván az orosz-ukrán háború végét sem érdemes jóslásokba bocsátkozni. És ennek tükrében a bevételek és a kiadások aránya hogy áll? Ami a közre tartozik nyilván. Minden a közre tartozik, hiszen mi közpénzből gazdálkodunk, ezért az átláthatóságot biztosítjuk folyamatosan. Ahogy azt már korábban néhány mondatban itt megvitattuk, a bevételeink egy valamivel nagyobb hányada az közpénzből származik, egy kisebb része az pedig saját piaci bevételünk, ami egyrészt a hirdetőinktől érkezik hozzánk, másrészt pedig a tartalom beszállításból, ami alapvetően a magyar televízió különböző csatornáit jelenti. Más televízióknak is dolgozunk, de ezek a saját bevételeink, úgymond önálló piaci bevételeinknek, ami a nagyobbik részét adja. Ezekre a bevételekre a jövőben is számíthatunk. Az önkormányzat ugyan nehéz helyzetben van maga is, hiszen az energiaárak és ennek mindenfajta vetülete, ami sújtja az önkormányzati szférát, az olyan többletköltségeket generált 2022-ben és generál 2023-ban is, ami megnehezíti az önkormányzat gazdálkodását. Óvatosan, megfontoltan, takarékosan kell tervezni a városnak is a saját költségvetését, és nyilván mi osztjuk a mi tulajdonosunk sorsát abban a tekintetben, hogy amikor szűkösebb hetek, hónapok, évek vannak, akkor mi is kétszer meggondoljuk azt, hogy mire is költünk. Úgyhogy a 2023-as évünk az még egy kicsit takarékosabb lesz, mint az elmúlt néhány esztendő, hiszen már a koronavírus járvány idején is meg kellett fogni minden forintot, és meg kellett ragadni minden kínálkozó bevételt, ami mutatkozott a piacon, és ami elérhető. Nem könnyű, hiszen amikor krízis van a gazdaságban, akkor a piaci szereplők is előszeretettel csökkentik elsőként a kommunikációs kiadásaikat. Azon lehet vitatkozni, hogy ez helyes és célra vezető vagy sem, de ez mind gyakorlat azért eléggé állandó és tapasztalható a piacon mindig. Viszont nekünk az a dolgunk, hogy ha szűkebbek a lehetőségek, akkor is ugyanazt a produktumot, ugyanazt a tartalmat előállítsuk, mint korábban. Lényegesen hatékonyabban dolgozunk már az elmúlt években, mint korábban. A médiacentrum koncepció az, hogy egy adott tartalom, ami létrejön, az minél több felületen juthasson el a nézőhöz, hallgatóhoz, olvasóhoz. Ez egy belső szervezeti átalakítással 2022-ben fölgyorsult. Ez a folyamat tényleg már ott tart, hogy a különböző felületeink azok egyre intenzívebben dolgoznak együtt, egy vezetés alá kerültek ezek az orgánumok, így azt a célt, hogy minél kevesebb pénz, energia befektetéssel, minél több és több felületen hasznosítható tartalom jöjjön létre, ezt az elmúlt években jelentősen megközelítettük ezt a célt, hogy minél olcsóbban, minél több tartalom, minél több módon juthasson el az olvasókhoz, nézőkhöz. Ezt szeretnénk folytatni az idei esztendőben is, hiszen az önkormányzati támogatás csökkenni fog, a piaci bevételeinknél nem lehet kiszámítani a jelenleg uralkodó, mondjuk úgy, hogy kissé zaklatott piaci körülmények között, hogy milyen hirdetési gyakorlatot folytatnak majd a helyi, illetve az országban, a helyi médiában költő vállalkozások. Én arra számítok, hogy alapvető működési problémáink talán nem lesznek, de az biztos, hogy nagyon óvatosan, megfontoltan kell gazdálkodnunk a 2023-as évben. Megértjük. Több mint egy évtizede vagy a Fehérvár Média Centrum élén. Vannak még vágyaid, álmaid a jövőre nézve? Nem terveztem én se feltétlenül több mint 10 évre. Jól esik a bizalom, amit az önkormányzat részéről kapok, illetve a kollégák részéről is a támogatás, hogy ezt a munkát végezzem, folytassam. Örömmel látom el ezt a feladatot, hiszen úgy gondolom, hogy a feladatok azok számosak, teendőnk van. És bár nem kívánja az ember, hogy több éves járványokkal, háborúval és gazdasági krízisekkel terhelt időszakban kelljen bármilyen szervezetet vezetnie,
de polgármester úrral pont beszélgettünk erről tavaly egy ebéd alkalmával, hogy azért ő sem feltétlenül arra készült, hogy ilyen időszakban kell a várost vezetnie, de úgy érzi, hogy mindenki, aki egy ilyen feladatban részt vesz és próbálja a víz fölött tartani és levegőhöz juttatni azt a szervezetet, amit képvisel és amit irányítania kell, és az ott dolgozókért felelősséget vállalnia kell, ez egy olyan feladat, amit el kell látni, amiből rengeteget tanulunk, és egy olyan lehetőséget is ad a kibontakozásra, amit egy békés, hétköznapi időszakban nem feltétlenül van módunk megismerni és megélni. Így a mostani elmúlt néhány éves tevékenységben az, hogy egy váratlan, vagy több váratlan szituációban kell helytállni, az kétségtelen, hogy felfrissíti az embert, bár nem szeretem a kihívás szót, de ez tényleg azt jelenti, hogy van olyan dolog, amit meg kell tanulni, új ismereteket szerezni, új módszereket kipróbálni, máshogyan vezetni azt a szervezetet, aki nyilván azzal az elvárásra is tekint az első számú vezetőjére, hogy bármi is történik, azért a működés feltételei biztosítottak legyenek, a fizetéseket minden hónap elején a cég tudja utalni, legyen benzin az autóba, legyen áram a konnektorba. Manapság ezeket teljesíteni azért nem olyan könnyű, de ezt a feladatot azért mind az önkormányzat, mind a Fehérvár Média Centrum eddig jól vette, ezeket az akadályokat átugrotta. Nyilván kíván áldozatot mindenkitől, tőlünk is az, hogy helytálljunk ilyen nehéz körülmények között, de miután ez mindenkire, az egész világra, a mi tágabb és szűkebb környezetünkre is vonatkozik, mi magunk is a társadalom része vagyunk, a világ része vagyunk, ugyanabban a helyzetben, ugyanazon körülmények között nekünk is helyt kell állnunk, ahogy a világ egésze, a cégek, a családok, az egyes emberek is. Köszönöm szépen, történjék így 2023-ban is. Én azt tudom, kedves nézőink, ígérni önöknek, hogy 18 fokban is hitelesek maradunk ebben az esztendőben is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, boldog új évet mindnyájuknak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.